Szevasztok, kutyákok! Na hát a heti vlognak az is a lényege, hogy mindenről beszámoljak, ami történik a héten. Ilyen például az, hogy van itt ez a műfű, ami tök jó lenne, ha a kedves mandula kutyánk az nem arra használta volna az egész tavasz folyamán, hogy piszkítson. Ami részben a mi hívánk is, de részben meg nem, mert amúgy tök jól megtanultam most már, hogy kint kell a fűvön, ami zöld. Csak hát most ugyebár beragadta a pisi is, és a kaki is alatta, és hát rásütött ez a laza 35 fok, nem az sütött rá, hanem a nap, és hát most már olyan kellemetlen szaga van. Kurva büdös. Az a lényeg, úgyhogy most ezt felcsavarjuk, mert ez így nem állapot, és hogy mi lesz a sorsa, az kérdéses még. Ha esetleg van valami praktikátok erre, amivel meg lehet menteni, mert azért műfőt csak nem kéne kidobni, akkor azt írjátok már meg nekem. Ilyen műfűtisztítás, egy kis nagy nyomás húzni, hogy milyen lehet erre a megoldás, mert azért ezt majd egyszer szerintem vissza kéne ide rakni, de hát most csavarjuk fel. Rack it up, rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my posters, say now, I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm, yeah. Tell them all to move on, yeah. Fucking my posters. Kellemetlen része a munkának. Na, hát... fel lett szedve, igazság szerint, és fel lett kaparva ez a szilikonos matyi, még azért ráfér egy ilyen polírszerű, majd mindjárt mutatok egy eszközt, legalábbis hamarosan, amivel még át fogunk menni a csempén. Na, hát történt egy kis kellemetlenség, egy pici story time következik, ami legyen tanulság nektek is, mert kicsit felületlenek voltunk, nem figyeltünk oda, és hát meg is történt elég hamar a baj. Lementünk alsóösre szüleimhez szalonnát sütni. Hát szalonnát sütni nyilván ahhoz kell egy tűz is, tábortűz. Meggyújtottunk, megsütöttük a szalonnát, és utána mi bementünk a házba, és hát mandula kint maradt. A tűz meg égett még, a parázs. És... hát mutatom, mi lett belőle. Szóval... így néz ki mandula szőr nélkül. Szia, Mandi! Hát kicsit ilyen vízilovas, de szerintem aranyos. Szia! Hát szóval... legyen ez tanulság. Így nyáron szerencsénk volt, mert nem fog legalább, nem lesz melege, de na, vigyázzatok erre. Szóval kicsit olyan extrémebb lett, de hát mi ugyanúgy szeretjük így is. Hé! Hey. Hé! Hey. Szia! Megjavult! Jó van, a videóban egy kutyának se lett baja. Na amúgy a helyszín az egy kert, ugyanis az egy nagyon jó barátom, és a jobb kezem visel showman dancék, hát költöznek, és házkörüli munkák lesznek rendesen, lesz mit felújítani, illetve szeretnénk majd barkácsolni, eleresztjük a fantáziánkat, már vannak ilyen ötletek, hogy kemencét építünk, meg stb. Szóval majd valószínűleg ebből a kertből még fogunk jelentkezni. Viszont most el fog telni egy nap, és utána újra itt leszünk. Vagyis hát nem is ott vagyunk, hanem hát rögtön a teraszon, mert végül úgy alakult a nap, hogy nem jutottam ki oda ahhoz az udvarhoz, és hát kész lett a kis teraszunk, ilyen nagyon kis chilles sarkot csináltunk, és hoppá, hoppá, a múltkori heti vlogból kiderülhetett, hogy érkezett egy másik Asushoz csomag is, ha esetleg még nem láttad azt a heti vlogot.
Hát akkor az ibetűnél meg tudod tekinteni, de az ugye már a múlt hétnek a történései. És hát az sem titok már, hogy mi van benne. Ez egy Zenfone 8-as, ami most rövid ideig itt lesz nálam, és leteszteljük, hogy mit is tud a kicsike. Most például remek hasznunkra fog válni, ugyanis kiírtam az Instagramomra, hogy van-e bennetek olyan kérdés, ami régóta nem hagy nyugodni benneteket, ugyanis régebben volt már ilyen kérdezfelek, és egy csomó olyasmi történt az utóbbi időben, amire nem igazán adtam választ sehol, és arra például tök jó lesz ez a videó, hogy ezekre most választ adjak, és ezeknek a felolvasására például már le is tesztelhetjük ezt a Zenfone 8-ast, hogy mit is tud, nyilván nem kérdezfelek kérdések olvasására találták ki, de akkor mire? Húzzá innen! Nos, igazából az Asus Zenfone 8 koncepciójának a lényege, hogy végre egy hardveresen high-end androidos mobilt hoztak létre kompakt méretben. Manapság a telefonok 6-szolnál kezdődnek, de e felett is akkora tégla telefonok vannak, hogy az már hihetetlen, és ennek pont ez volt a lényege, hogy kompakt és hardveresen viszont egy csúcs mobil. Ráadásul ezek a csúcs telefonok olyan 300 ezer és 450 ezer között mozognak, ez pedig bőven 300 ezer forint alatt van 270 ezer körül. Telefonhoz képest erős hardware rendelkezik, vízálló, a kijelzőjében van egy beépített új lenyomatolvasó, és egy teljesen letisztult szoftvert kapunk. Na de fogjunk is bele a Q&A-be. Következőnek hova szeretnél utazni, mi van tervbe? Ez rengeteg szóval ez a kérdés, ugyebár már elkezdtem újra élőadásozni, esetleg még nem követsz Twitchen, akkor nagy hiba, de még megteheted. Szóval ott is változom, kapom a kérdéseket, hogy hát Benni, te 2019-ben meg 8-ban egy csomót utaztál, és hát nyilván a pandémia ideje alatt nem. Viszont most, hogy vége van, mentek-e valamerre? Ez egy nagyon jó kérdés olyan szempontból, hogy most ugyebár van az UEFA, nyakig vagyunk benne, és hát szinte minden nap kint vagyunk a szurkolói zónába, vagy meccsen, vagy valamilyen másik tartalmat gyártunk a Big Femre, és emiatt júni 11-től júli 11-ig nekem ez egy ilyen dedikált sehova. Viszont, hogyha lement az UEFA, akkor mindenképpen tervezünk egy-két hétig kikapcsolódni, akár külföldön, akár belföldön. Az, hogy pontosan hova, az még kérdőjeles, talán Horvátországba, talán tényleg maradunk itthon. Viszont, hogyha majd valamikor tél lesz, na vajon mikor lesz tél, akkor szerintem lesz szintén egy ilyen hosszabb kikapcsolódás. Most azért többször is próbáltam már ezt, hogy télen menni egy melegebb helyre, és rohadt király. Úgyhogy lehet, hogy most nyáron lesz egy kisebb utazás, és majd inkább télen lesz hosszabb, de most egyenlőre még nincsen tervbe, majd az Expo 2020-ra megyünk ki októberbe Dubajba. Ha még nem láttad a dubai videót, azt is az ibetűnél megtalálod, hogy pontosan mi is ez. Most egyelőre ennyi van tervbe. Ez is egy gyakran emlegetett kérdés, vagyis rendszeresen teszitek fel nekem, hogy miért nincsenek már rendszeresen videók, miért vagyok inaktív. Ez részben jogos, részben nem. Azt tudnotok kell, hogy ez lehet, hogy egy rossz tulajdonság, vagy ez egy rossz dolog, de szerintem pont ellenkezőleg nekem nagyon sok platformom van. Van a Benipova, azon belül van a Twitch, YouTube, Facebook. Tejük fel, ez ennyi. Van a Nagy Benedek, ugyebár a vlogos vonalam, ami lifestyle, sport, utazás, ilyenek, aznak is van egy Instagramja, van egy YouTube-ja, Facebookja, az is viszonylag sok. És aztán van a The Big Fam, ami hát szintén mindegyik platform, és az utóbbi időben ezeknek csatlakozott még a TikTok is, és hát ennyi platformot kordában tartani, és folyamatosan tartalmat gyártani nagyon nehéz. Én úgy érzem, hogy 2021-ben lényegesen sokat fejlődtem a tavalyi évhez képest. Sok tartalmat gyártunk, azt nem látjátok, hogy tényleg a Big Fam show-ba is, ami ugye hetente egyszer van, kell venni bejátszókat. Ez a hét több napján is van, és van, hogy ezek ilyen félnapos forgatások. Akkor azt tudni kell, hogy megy a Battle of Gamers is, oda is folyamatosan veszünk fel, ezt a Lucky-val és a Surival együtt csináljuk. A gaming tartalom, azt tudjátok, amiatt is csúszott, mert hogy voltak ilyen technikai problémák, de megoldódott is már, amikor ezt ti látjátok. Hát már pár napja mennek a streamek aktívan, így most már végre a gaming vonalom is beindul, és a vlog csatorna meg szintén most kezdett el éledezni egy ilyen egy-két hónapja. Nagy segítségemre, hogy van egy jobb kezem, egy titkár, asszisztens, jobb kéz, valaki, aki segít nekem a kamera mögött. Vele már találkozhatatok videóba, de hívjuk csak Ábelnek.
Úgyhogy egyetértek azzal, hogy inaktív vagyok valahol mindig, de ezen is próbálunk pontosan javítani az ábellel, próbálunk rendszert felépíteni, ami most elkezdett sikeres lenni, tényleg folyamatosan mindenhol vannak. Egyedül a Benipova YouTube csatornán van még hiány, de azon is rajta vagyunk, hogy orvosoljuk, úgyhogy inaktív voltam 2020-ba, 2021-ben nem vagyok és nem is leszek. Lassan 5-6 éve videózok, és mai napig megkérdezik, hogy miért kezdtél és mikor kezdtél el videózni. Megválaszolom újra. Nagyon rég kezdtem el, és nagyon szeretek, és nem szeretném abbahagyni, és kimotivál, hú, hát ti motiváltok. Ez volt a vicces válasz. A komolyabb válasz, az pedig képzeljétek el, hogy pont most lesz egy olyan videóm, amiben nagyon szépen ki fogom fejteni, összeszedetten, ilyen cinematikusan, és tényleg az egy komoly videó lesz, egy-két hét múlva láthatjátok. Ha minden igaz, az lesz a címe, hogy az én utam, és a kezdetektől a jelenlegi helyzetig, illetve hogy mi az 5 éves tervem, erről fog szólni valószínűleg, úgyhogy abban ki fogom fejteni, ez most egy ilyen előkommunikációja annak, ezt mindenféleképpen nézzétek majd meg, hogyha felkerül. Hogy esett a választásod egy spánierre? Hát ez is egy jó kérdés, és még szerintem erről nem beszéltünk Petrával, ugyebár ez egy közös gyermek. Igazából én nem is gondoltam volna, hogy ilyen cuki egy kis spániel nekünk. Világéletünkben Shiba Inunk volt, legalábbis amióta én meg vagyok, és hát én mondtam, hogy nekem mindig is ilyen kutyám lesz. De végül Petra meggyőzött, hogy ez egy nagyon cuki kis kutya, és hogy nagyon aranyosak, nagyon okosak. Erre néha rácáfol azért Mandula, de igazából nem szerettünk volna nagy kutyát, pontosan azért sem, mert szerintem egy kutya a kertbe való, ha csak megoldható egy lakásba úgy, hogy van hozzá kert, vagy sokat viszitek kertes házba, vagy ki a szabadba, és mi így csináljuk, tehát hogy nekünk van itt egy kis kertünk is, ami egy ilyen közös plac. Úgyhogy szerettünk volna egy kis testű kutyát, aki azért nagyjából okos, és Mandula lett belőle, és piszkos aranyosan tud nézni, úristen, olyan nézés, hogy nem tudsz rá haragudni, még akkor sem, mikor reggel 6-kor lemész, mert vinyákol, hogy éhes, és ott van két nagy szar a nappali közepén. De nem tudsz rá haragudni, mert nagyon aranyos, és mikor örül, akkor így riszál, majd remélem, hogy tudok bevágni valamilyen felvételt, de egyszerűen egy fontosan riszálja a kis segét, annyira örül, úgyhogy így esett, nagyon aranyosak. És még egy kérdés, hogy mióta vannak derékfájásaim. Aki követ Instagramon, az láthatta, hogy mostanában még többet járok masszőrhöz, az én Tamásomhoz, ahova már évek óta járok. Ez egy nagyon jó kérdés, Ábelle szeretünk ki pont egy mosogatógépet, és talán rá következő nap éreztem, hogy fáj a derekam, vagy valami ott fáj, és lehet, hogy ott meghúztam, és azóta van valami, és rájátszik az is, hogy nem jutottam el úszodával már nagyon-nagyon régóta, egyszer igen, de hát azt ne hívjuk annak, lehet, hogy jót tenne neki az úszás, néha jön elő, most például, amikor legutóbb előjött, nem is mozogtam azon a héten nagyon sokat, úgyhogy remélem, hogy nem leszek egy ilyen derékfájós öregember, így 23 évesen. De mindenféleképpen mozogjatok sokat, nyújtsatok sokat, melegítsetek be, mert nem jó, hogyha fáj valamit és szenvedsz tőle. Úgyhogy mindig erre figyeljetek, hogy hallgassatok Benni bácsira, sérültnek lenni nem jó. A következő heti vlog az érdekes lesz, mert több helyszínen is fog játszódni. A mostanit azt szerettem volna kicsit ilyen minimálisabbra venni, mert az előzőben szintén nagyon sok minden volt. Meg is szóltatok, hogy teletöltöttem hirdetéssel, amúgy a fele az nem is az volt, amit ti gondoltátok, szóval attól független, hogy én kimondok egy márkanevet, vagy elmegyek egy helyre, az nem feltétlen szponzoráció. Attól már, hogy én... Jó, ez most... Most az Azusszal esetben más, mert mint mondtam, az Azusszal én együttműködök, de az előző videóban 2 vagy 3 olyat is megemlítettetek, aminek semmi köze nem volt hozzám meg hozzájuk.
mindegy, a lényeg az, hogy nem kell mindig a legrosszabbra gondolni. Úgyhogy a következő az tényleg több helyszínen fog játszódni. Pont kiírtam nem is olyan rég, hogy írjatok ilyen meseerdő tippeket, mert van tök király kis túra szettünk, és szeretnénk menni túrázni még a nyáron, nem most a 38 fokokban, hanem ha kicsit lejjebb hűl, de egy ilyen heti vlogot is majd szeretnénk. És hogyha emellett van még bármilyen tippetek, vagy esetleg ötletetek, hogy mivel dobjuk még fel a heti vlogot, azt írjátok meg a kommentbe, és akkor megnézzük, és azon leszünk, hogy mindenkinek jó legyen. Nektek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, dobd le egy lájkot, és hogyha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel, én Beli voltam. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse.